OG fam, sziasztok! Na, egy kis magyarázattal tartozom. Az előző videót kétszer tettem fel, egyszer rendesen, egyszer újra töltve. Amikor feltettem rendesen, akkor mind így villant be egy kép a bringáról. És rengetegen írtátok, hogy idegesítő. Hát szó mi szó, engem is idegesített. Úgyhogy a tegnap ezért újra töltöttem, eléje meg így ugyanígy magyaráztam egy picit. Azzal a videóval minden oké volt, olyan 6 perc, 44 másodperc, vagy valami hasonlónál, meg a hang csúszott el. Tehát azt szeretném mondani, hogy ezeket mind a YouTube teszi, nem tőlem jönnek ezek a hibák. Most nekiállunk megint vágni egy videót, egy bike check videót, reméljük, hogy ezzel nem lesz semmi gond. Ja, apropó, megpróbáltam harmadszor is feltölteni a videót, de akkor már kiírta a YouTube, hogy ez egy duplicated, de hát, hogy egy duplázott videó, hogy már fel van töltve a videó, és nem hagyta, hogy még egyszer felrakjam. Úgyhogy nem tudom, mi lesz. Lehet, hogy az idők folyamán majd újra teszem, úgyhogy ne legyen se képcsúszás, se hang, se ilyen képvillogtatás. Addig ott van az a videó, nézze meg, aki akarja. És nézze meg azt a változatát, amelyik őt kevésbé idegesíti. Tehát vagy abban, melyikben pillog a kép, és jó a hang, vagy amelyikben jó a kép, és el van csúszva a hang. Köszi! OG fam! OG! 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 Oh yeah! OG! That's right. OG. Men. Betat. Betatet. Betatet. OG fam, sziasztok, újra nap, újra videó, kellemes reggel, kellemes délvét, kellemes délután, kellemes estét. Nem tudom, mikor nézzek, nem is az a lényeg. Hogy megígértem, a következő videó az nem más, mint a bike check. Ugyanis már rengeteg olyan kérdést kaptam, hogy az milyen vas, mennyi volt, milyen első féket van, milyen hátsó féked van, hányos a bugyi, szóval, ja, ezt nem kérdeztétek, oké? Okay? Amúgy még mindig Genius Nutrition támogat, és hogyha szeretnétek táplálékkiegészítőket, akkor mehetek ide az oldalra, és itt van ez a kód, Orbán12, ezzel bármilyen rendelés után 12%-ot kaptuk, és tényleg jók a cuccaik. Hát de nézzük a bringát! Ez kérem szépen egy Jitsi Variál bringa. És akkor hol lehet ilyet kapni? Jitsi.com. Menj egy ilyen bringa. A tavalyi modell az a gyári felszereltséggel 1000 euró. Szőröstől, böröstől, ez a szerinti fajta villa, alukormány, régi fajta hajtókar, rendszer, bla bla bla. Valamint van egy idei kiadása, ami a Nico Valley replika, a szürke, van rajta valami pandamaci, azért is nem vettem, nem tetszett. Az még valami 1600 körül van, de itt most az én bringámnál az a helyzet, hogy Jitsi váz van, Jitsi stucni, Jitsi agyak, de erre mindjárt kitérünk bővebben, és a többi az hát egy ilyen egyéni összeállítás, hashtag cuccokkal összerakva. Akkor kezdjük az elejétől a bringának, lemegyünk és hátra megyünk, hogy mivel van felszerelve. Az első az egy sima markolat, ilyen teniszütő markolat, vagy versenybicikli markolat. Nem tudom a pontos márkáját, de bármelyik biciklizetben lehet kapni, és valami 36 lej talán, amiből kijön két kormányra való, mert azok ugye ilyen hosszak, az pont felénél rácsapod, és akkor megvan egy szett, aztán hogy elkapjuk, akkor még otthon van még egy szett, ami ugyanolyan hosszú, azt is el tud vágni, és akkor kijön belőle négy markolat. Tovább, fékkar, az a jól megszokott hashtag H2O, és igen, azért H2O, mert direkt vízre van kiadva, de hát ugye a magura az eredetileg olajjal ment, és voltak olyan problémák, hogy a vizet elengedték a... Szia kuta! Gyere ide kuta! Gyere ide! Bike checkben benne lesz a kutya. Oké, hol tartottunk? De hát akkor a fékkarok azok hashtag H2O és vízzel vannak töltve. Az én esetemben most ilyen fagyáróval, antigérrel, azért mert van kenése is. És akkor, hogyha már a fékeknél tartunk, ugye akkor nézzük meg magura HS33.
dugattyú rendszer van, valamint hashtag fékbilincseket használok, ugye ez a legkönnyebb most a piacról, akkor az első felni az ugyancsak egy hashtag felni, itt írja 28 lyukas és dupla keresztáv van befűzve DT küllőkkel, valamint itt van még egy cici 100 HS agy, ez is a legkönnyebb most a piacon, csapágyos a cucc, tehát nem kónuszos, kurva jó. Valamint van egy CST belső, hogyha jól tudom benne, és elől Monty Pro 2-s gumi. Brum. Akkor ugye a kormány az maradt a boci-boci tarka, brites kormány. Van egy ilyen kis kokszos csavarvédőm azért, amikor rádülök, akkor ne karmolja szét a bockomat. De amíg áras tisztére lehet, nem is kéne. Ugye van egy pici racing stucni, és ennek a folytatásában van egy hashtag karbonvilla, valamint egy pici integrált kormánycsapágy. Az első féknél elfelejtettem mondani a fékpofát, az egy Custillier Trilite fékpofa. Ugye a Custillier az a Custillier testvéreknek a fékpofa, és a Trilite egy ilyen karbon házba tette be ezt a fékpofát. Felé nagyjából elmondtam mindent, a váz az cici variál, de azzal kezdtük. Jön a közep a cuccnak, itt van egy hashtag V2-s BB30-as hajtókarrendszer, hashtag pedálokkal a 2mm-es verzióból, 170-es a hajtókar maga, tehát 170-17 centi, az azt jelenti, sajnos most nem lehet kapni, ez azért nem is új, ez még egy bringámon volt rajta, picit itt meg is van kapolva, de mivel hogy nem lehet kapni mást, így ez van. Ezek az emberek észlények, jó? Tehát tovább, hol ott vagyunk, hogy ugyancsak hashtag freewheel van benne, hogyha jól tudom, akkor a 122 akadásos, van egy hashtag yellow, tehát sárga lánc, és akkor elérünk a bringánk a hátsó feléhez, ugyanúgy magura fékdugatjuk, és itt van egy ilyen cifra fék bilincs, ami ugyancsak jitsi, és egyben jön belőle egy fékmerevítő, jó kis cucc, ezáltal még merevebbé teszi, ugye amikor behúzom a féket, akkor nem hagyja, hogy a váz így kimozogjon. Erékeztünk a hátsó kerékhez, ugyancsak Monty Pro 2-s gumik hátul, ugyancsak jitsi 116 HS hátsó agy van, ugyancsak DT küllőkkel van fűzve, belül ugyancsak egy CST belső van, itt a láncfeszítés, ugye ez nélkemmel van, de hát ilyen csigás a dolog, ez is egy jitsi láncfeszítő van, valamint utoljára, vagy bocsánat, nem, hashtag a láncfeszítő, valamint van hátul egy 15 fogas hashtag hátsó fogas kerék, ami ilyen cifra menetes, és nagyon könnyű, nagyon jó, egy a dolog vele, hogy azt mikor jól rátaposod, rengeteget szok, ugye, aki edze, az jó rátapossa, mert menetes, és amikor le kell venni, általában annyira rászorul, hogy mikor le akarod venni, akkor a nagy feszítéstől kitörnek a fogai, széttörik az egész a faszba. Általában, ha le kell venni, akkor dobhatod el, sajnos ez van. A bringának a súlya az, hát gyárilag, egy picit úgy hiszem, hogy könnyebbet mondanak, mint annyi, ugyanis nekem így karbonkormánnyal, karbonvillával, könnyebb hajtókarszettel, könnyebb felni kell, hát minden könnyebb, és így tudtam kihozni a 8-2-t, ilyenkor a gyárba aluvillával mindennel adják meg a 8-2-t, nem tudom, hogy nekük ez hogy jött ki, de igazából ennyi, ugyanúgy a felniket két hetente megflexeljük, nagyon jók ezek a fékpofák, meg vagy elégedve, ugye hétvégén lenyomtam ezzel a bringával két sót, jobban van két napot, négy sót. Nekem nagyon bejön, és ahhoz képest, hogy amennyit bringáztam, egész jól is érzem, egész jól mennek a trükkök. Igazából többi valószínű, hogy ez a bringa idénre megint csak így fog maradni. Nem látok rá nagy esélyt, hogy valamit is változtassak. Ha változtattok, akkor csak ilyen minimális dolgokat, mondjuk, hogy egy gumit,
vagy egy más kormányt, vagy egy más tucnit fogok, hogy egy picit változzon meg mondjuk a geometria, de most jelen pillanatban meg vagyok elégedve a geometriával is, nagyjából a cselek is jól mennek, nagyjából mindent beadok, amit a tavaly adtam, úgyhogy lényegében szerintem jó bringa lett. Ugye a vázra rájött az én kis egyéni díszítésem, pár szponzor logó, és így lett épp ez a Gabi mobil. Úgyhogy ennyi lett volna ez a bike check 2019-re. Ha tetszett, akkor tudod a dolgod, nyomj egy nagy lájkot, iratkozz fel a csatornámra, kapcsolj be a kis harangot, kis csengőt, nem maradj le semmiféle feltöltésről, Orbán Gabi sapkák, itt a Facebookomon, valamint itt az Instagramon még mindig elérhetőek, még tényleg egy pár darab van, és szeretnék tőlük most már megszabadulni, úgyhogy vegyétek, itt a tavasz, itt van a sapka idő, a mai napi komment az megy ide, én Orbán Gabi voltam. Peace!